Ez itt a koktél, és mint a bevezető képekből is látták, mi már készülünk a karácsonyra. Bizony készülünk, jó estét kívánok, hiszen két nap múlva itt a karácsony. Hát egyelőre ebből mi emberek csak annyit látunk, hogy mindenki nyüzsög, egyik boltból be, másik boltba ki. A gyerekek annyit éreznek, hogy megkezdődött a téli szünet, az iskolákban, óvodákban már megtartották a fenyő ünnepségeket, felvételünk is ma délelőtt készült a családi napköziben. Hát igen, és a karácsonynál maradva ebből erre állítottuk most össze ezt a koktélt, amit átnyújtunk Erikával önöknek. A karácsonyhoz nagyon sok népszokás kapcsolódik, például a betlehemezés is. Mi is várjuk itt a stúdióba, hát ha jönnek hozzánk betlehemesek. Tessék bejönni! Szerencsés jó estét a házigazdának! A szép és áldott Jézus születésének hírét hoztuk. Társaim kint vannak, Betlehemet hoztak. Mit mondanak a háziak? Bejöhetnek-e vagy sem? Bejöhetnek, persze. Gyertek! Menj az angyal, lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok, hogy Betlehembe sietve menve lássátok, lássátok. Az Isten fiát, ki ma született, jászolyba fekszik, barmok közt nyugszik az Isten szent fia. Melletted fekszik az édesanyja, Mária, ő lesz ti néktek, idvezítőtek, valóban. Szerencsés óra, boldog éjszaka, megszületett a Jézuska, barmok között a jászolyba. Szerencsés óra, boldog éjszaka, ó, szerencsés jó estét, boldog ez az óra, melyben nékünk született, aki jövendőltetett, egy szűznek méhéből, szűzen szült véréből, megváltó Jézus, alle, alleluja, József és Mária, alle, alleluja, József és Mária. Vajon József mit gondoltál, hogy Istálót választottál, nem találtál nyugvó helyet e városban, hanem inkább a barmok közt a jászolyban. Vigasz zengjetek, citerák, Jézus született, harsogjatok, dobs trombiták, Isten ember lett. Szűz volt, ki jött el hozzá, és méhébe fogadá, a Gábriel arkangyal őt boldognak mondá. Az ég és a föld mostan ünnepelnek, el
ember és angyal ember és angyal igaz engedeznek. Krisztus született, Isten ember élet, angyalok örvennek, s a pásztorok zengnek, térdeikre esnek, csodát, csodát hirdetgetnek. Zugpista, jó estét, hát én is itt vagyok. Hat farkas rágta az éjjel a bundámat, a lyukak mind nagyok. Hát, ezt is most rágták ki a farkasok, de mivel jó pásztor vagyok, el sem bocsáthatnak. Társaim kint vannak, juhokat őriznek, de ha akarok, egyet sípolok, kettőt füttyentek juhászok módjára, én szívem fájdalmára, ők is ideben lesznek. Gyere be, pajtás! Szervusz, te pajtás! Te vagy az a magfás? Én bizony jó pajtás. Mely, megjártam. Farkaskom a megtrétvált. Oda van három vezérkosom. Míg az erdőt jártam, kiszáradt a torkom. Kiszáradt a torkom, de meg is izzadt a hátam. Farkaskom, megbosszul a esztrát. Hát az öreget hol hagytad? Kint a konyhán, tejfölt nyalogatni. Kolbász helyett macskát szopogatni. De ha egyet sípolok, kettőt füttyölök. Jó pásztor módjára, szívem bánatára, ő is ide bent lesz. Gyere be, törrek! Hozd be ezt a négy mázsás orrodat! Gyere be, jó! Megdörzsöllek! Adjon az Isten gidres, gödrös, tulipántos, krucifántos, rozsmarintos, szerencsés! Jó estét, kedves gyermekeim! Hát ti ide bent, esztek, isztok, és erre az én régi vén penészes szakállamra rá se gondoltok? Hát te még élsz, öreg, mi már azt hittük, hogy réges-régen meghóltál. Egy akácfára fennakadtál, mivel hogy elég sok vénkosod, elevene megnyúztál, és sok kis bárájkát el is ándzsíroltál. Ha nem látod, hogy itt állok köztetek? Azóta már megjártam Amerikát, Afrikát, filozófiát. Még olyan országban is jártam, kedves gyermekeim, ahol az emberek nem születnek, hanem mind a gomba, a földből nőnek ki. Akkor azt kivágják, kipróbálják, azt beteszik egy olyan házba, azt amíg az ki nem rágja, ki nem bújik a napvilágra. De bizony, aki azt kirágja, megteszik királynak. Én csak a felét tudtam kirágni, nekem csak grófi címet tudtak adni. Nekem adták Csákófalvát, szép birtokát, szép palotát, s mellé meg egy szép, de szép, mételjes jájat. De meguntam az úri pompát, odahagytam Csokánfalvát. Hol van ez az ország, öreg? Ott fenn a mennybe, ahol csak úgy gurulnak a boros hordók, aki megszomjazik egyet, csapra jut, azt addig iszik, amíg megbűhödik. Ott a tyúkok sülve járnak, aki megéhezik, előrántja a kését a szíjából, azt vág egyet a cubákjából, avval a tyúk tovább szalad. Ott a háza kalásból, az ablak kolbászból, az ajtó szalonnából, az ablak, az padlás sonkából van, padló meg sósuborkából, hogy a sonka jobban csúszik. Így hát azért mondom, kedves gyermekeim, igyekezzetek, hogy minél hamarabb oda jussatok. Nagyon szépen köszönjük, és annyit beszéltek már itt az evésről, és mi tudjuk, meg hogy az a szokás, hogy ilyenkor meg kell kínálni önöket. Hát azt is tudjuk, hogy bort kellene, és pogácsát a szokás szerint. Nekünk viszont finom mézes süteményünk, és alkoholmentes pezsgő van, úgyhogy én megkínálom őket. Köszönjük a beszélemet. Köszönjük szépen. Szívesen. Járjatok szerencsével máshol is. Egészségetekre. Pedig közben bekonferáljuk a következő anyagunkat, amíg jó étvágyat kívánok mindenkinek. A karácsony jelképe a fenyőfa, karácsonyfa. Nálunk is van a stúdióban. És a díszítéséhez adunk most ötleteket önöknek. A francia és angol gyerekek a kandallóra akasztják a karácsonyi harisnyát, amiben a jó Mikulás belerejti ajándékait.
A hidegebb éghajlat alatt élő emberek karácsonyfáján évszázadokon át örökzöldekkel díszítették az otthonukat. Nem kell hozzájuk fényes csillogó kiegészítés, szerint szépségük önmagáért beszél. Ausztriában szokásos asztali dísz a gyertyaláng melegétől forgó piramid. Íme az Angliában elmaradhatatlan puding. A brit birodalomban enélkül a desszert nélkül elképzelhetetlen a szenteste. Ami nálunk a karácsonyi ajándékozás, az Japánban az újévinek felel meg. A japánok fekete laktálcán nyújtják át a meglepetést. A pattogatott kukoricával díszített vesszőköteg virágzó barackfaágra emlékeztet, és a közelgő tavaszt jelképezi. Franciaországban az ünnepek fontos tartozéka a pezsgő, mégpedig behűtve. Sokkal fontosabb, mint a karácsonyfa. Az utóbbi helyett magas, karcsú gyertyák köré függesztett fényes díszek is megteszik. A magyar népi hagyományokban a karácsonyi életfa vagy termőág tekintető a karácsonyfa elődjének. Annyi bizonyos, hogy a múlt században terjedt el. Többnyire a tarka karácsonyfa a divat hazánkban. Igen, a tarka karácsonyfa divat volt hazánkban, az utóbbi időben különböző stílusok törtek be hazánkban, mivel különböző népcsoportok is élnek ebben az országban. Az utóbbi időben, különböző években különböző színű karácsonyfákat készítünk, a gyerekek már mosolyognak, hogy olyan jó lenne már egy igazi régi vicces karácsonyfát is látni ebbe a világban. Úgyhogy a nagymamáink karácsonyfáját mi szeretném bemutatni önöknek. Naturelemek vannak benne, egy kis csillogó villogóval, egy kis gömbökkel, és különböző csillagokkal, égősorral. Ez egy régi hagyományos karácsonyfa. Teljesen naturfa, itt a nagyanyáink süteménye például a mézes kalács. Nem az őszi sétán, hanem a téli sétán lehet összeszedni már ezeket a kellékeket. Összeszedjük a családdal egy szombat este, akár aranyvasárnapon is megtehettük. És utána beleteszünk homokot vagy sódert a balkolládába. A tobozokat beledolgozom, a fenyőágokat. Később beledolgozok egy-két almát, egy-két narancsot, toboz, és majd legvégül a fagyöngyöt. És az ünnepivé tudjuk varázsolni a saját lakásunk ablakát is. Erika, hogy állsz te a készülődéssel a karácsonnyal? Mi lesz az ünnepi ebéd? Mi lesz a teríték? Megvetted-e már a szalvétákat, gyertyákat? Jaj, ez nagyon nehéz kérdés, mert én általában az utolsó pillanatokban szoktam mindent csinálni. Most az a legfontosabb, hogy jól sikerüljön az adás. Hát, holnap vár rám ez a feladat. Milyen szalvétát fogsz venni például az ünnepi terítékhez? Nem tudom, van biztos, hogy valami karácsonyi mintást, vagy az biztos, hogy a karácsonyi színek rajta lesznek, a piros, a zöld, az arany, és hát lehet, hogy még a sütés is vár rá, mert a múlt héten még az, hogy megsütöttük a karácsonyi süteményeket, de olyan jól sikerült, hogy már el is vagyunk. Ez tényleg jól sikerült. Most pedig azoknak a kedves nézőinknek akarunk tanácsokat adni, akik a terítésből szeretnének egy kicsit kirukkolni ebben az évben, tehát terítés lesz. Minél világosabb színeket tudok ajánlani a terítésnél, ez főleg fehér, és különböző fenyőágak, adventi koszorú az asztalon, akkor különböző karácsonyi jellegű szalvétákkal, díszekkel. Vannak-e valamilyen szabályok, amiket mindenféleképpen be kell tartani egy terítésnél? Hát az evőeszközökkel kapcsolatban, hogy mindig ugyanolyan számú evőeszköz legyen fönt, amilyen menüsor lesz az asztalon, terítéken. Milyen poharakat tegyünk az asztalra, és milyen sorrendben? Hát ezt a menüsorhoz kapcsolódik. Amilyen menüsor lesz, olyan porokat, netán pezsgőt lehet adni az ételsorhoz, a aperitív italnak külön más poharakat lehet adni. A vacsoránál előkerülnek az italok is. Miket tudsz ajánlani? Aperitív italoknak, tehát menüsor kezdésénél ilyen kesernyésebb italokat tudok ajánlani, például az unikum, vagy a nagyobb alkoholtartalmú pálinkák, akkor viszki, konyak, ilyen jellegű italokat tudok ajánlani. Menüsornál attól függ, hogy milyen húsú ételeket ajánlunk, tehát
hogy fehér bor élik-e hozzá, vagy vörös bor, ettől függően különbözőféle borokat tudok ajánlani. Említetted az előbb az asztali díszeket. Milyen színűek legyenek ezek a díszek, és milyen méretűek? Ezek ne olvadjanak teljesen bele az asztal világos szín árnyalataiba, inkább ilyen zöldes, pirosas, karácsonyi hangulatúnak legyenek. Hát ne legyenek túl nagyok, ne nyomják el a terítéket. A gyertyákat mikor lehet meggyújtani? Evés alatt lehet-e égni a gyertyáknak? Egész étkezés alatt, tehát étkezés kezdetekor szokták meggyújtani a gyertyákat, és amíg tart a ceremónia, addig szokott égni a gyertya. Karácsony táján nagyon sokan vágnak disznót. Lehet-e a karácsony esti vacsora is ilyen menő? Természetesen lehet. Disznótoros. Ez abból áll, hogy sült hurka, sült kolbász, sült oldalas és a sertés állatnak a részeit sütjük, vagy tálaljuk karácsonykor. Húsokhoz általában egy köreteket, köretek például lehetnek hagymás törburgonya, sült burgonya, ki hogy milyet szeret végül is. A disznótoros az egy elég nehéz étel, megterheli a gyomrot. Mivel lehet ellensúlyozni? Hát egy salátával tudjuk például, savanykás saláta, lehet éppen citromsaláta, narancssaláta, vagy uborkasaláta, alma, paprika, különféle salátákkal. A karácsony esti vacsorához mikor kell elkezdeni a készülődést, ha mondjuk disznótorost készít a háziasszony, mennyi idővel a vacsora előtt kezdi el a sütést? Hát vacsora előtt két és fél órával előtte, hogy 100%-ig biztos legyen, hogy készen lesz a vacsora. Ha nem disznótorost vacsorázik a család, akkor milyen más menüt tudsz még ajánlani karácsony estére? Tudom ajánlani például a sült pulykát, ez általában karácsonykor szoktak sütni, gesztenyével sült pulyka, gesztenyével töltött pulyka, akkor különféle sültek, egészben sült húsételek, csirkét lehet sütni. Egy ilyen vacsoránál nem csak felnőttek, hanem gyerekek is vannak, és nekik picit más a szájízük. Mit tudsz nekik javasolni? Nekik végül is vacsora után tudom javasolni desszertet, de nem csak kicsiknek, hanem ugyanúgy felnőtteknek is egyaránt. Desszert sokféle lehet, például rétesek, lehetnek beiglik, különféle beiglik, és lehetnek gyümölcskelyhek, például narancs kosár is lehet. Kereskedelmi iskola tanulóinak tanácsait együtt néztük vendégemmel, dr. Kémeri Dezsővel. Üdvözlöm Önt a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Ilyenkor karácsony táján az emberekben előjönnek a régi gyerekkori emlékek, és Ön nagyon szerencsés helyzetben van, hiszen egy páratlan film tulajdonosa. Mikor készült ez a film? Az első részlete 1930-ban. Akkor 5 éves voltam, és mentem első elemibe, akkor kezdődött, akkor még lehetett tisztorvosi engedélye, és 35-ig, tehát az elemi végéig apámnak egy barátja szenvedélyes filmes volt, és ő készítette ezeket. Sajnos több nincs, de ezt viszont sikerült a háború alatt is megőrizni. Közben már látjuk is a képen a film részleteit, mert részleteket vettünk ki a filmből. Itt kit látunk a képen? Itt én vagyok a Budai várban. Ez még mielőtt elemébe mentem volna, mert anyám ilyen hosszú hajat növelt. Itt a roller, azt szeretném kihangsúlyozni, hogy ami azóta sajnos kiment a divatból, nagyon jó, egészséges, sokkal jobb, mint az ilyen egyszerű tricikli. Ez a Gellértnek a hullámfürdőjébe. Korabeli fürdőruhákban. Igen, és akkor tértek át ugye a fényképről a filmezésre, és az volt a jelszó, hogy mozogni, mozogni. Hát az erőltetve is mozgott mindenki. Igen, ez látszik a képeken. Igen. Ez a családunk barátai, orvosok, gyerekeik. Milyen érzés ennek ezeket a filmkockákat látni? Furcsa, és nagyon érdekes, mert fölelevenedik az emberben, mintha ott volnék most is. Csikoló gyerekek. Eddig vagyok az első elemében, az a Logodi utcában,
ott a lakásunk vár alatt. És látom most is itt a felvételen, illetve az előbbi rollerozós felvételen is nagyon elegáns volt, matróz blúz. Ez mindig kötelező volt? Nem, csak hogy évnyitásra, évzárásra, de akkor kellett fehér kesztyű, meg ilyenek. Az iskola táskával? Igen. Az iskola autója reggel összeszedett minket, és vitt az iskolába. Hát ez nagyon jó dolog volt akkor. Hát jó. Jó, mert délben úgyis elcsellengtünk, mire hazaértünk, de reggel legalább biztos odaértünk az iskola kezdésre. És itt már az állatkert képei következnek. Igen. A középső sötét svejti sapkás főként. Azóta pedig mennyit változott az idő, és most már az állatkert sem olyan, amilyen itt a felvételeken. Apám, anyám, én vagyok és az unokatestvérem. És itt egy érdekes babakocsi, ha már kicsit más a forma. Milyen élete volt a 30-as években egy polgári családnak? Hát, apám Halasról került föl Pestre, orvos lett, volt egy pár állása, magánrendelése, és biztos létet tudott nekünk garantálni. Tehát egy jó középosztálybeli szintet. Az elemi iskola is egy ilyen angol-magyar elemi iskola volt. Már maga az, hogy értünk jöttek kocsival. Itt az osztálytársaim az elemi iskolába. Orvosok lányai, Korányi professzor unokája, hasonló, tehát ez egy vizsga előadás. Ma már ilyenek nincsenek, mint régen voltak. Hát talán újra próbálnak. Itt például ebben az elemében magyarul, angolul és németül volt minden tantárgy. Itt is jól látszik a képen. Igen. Na, a táncvizsga. Ez kötelező volt mindenkinek? Nem. Nem, de egy olyan alapvető mozgáskultúrára nevelte a gyerekeket, hogy ez sajnos, hogy ma nincs. Ma teljesen elveszítették a ritmusérzék mozgást. Csak egy talán hasznos lenne kellene újítani. Néhány régi szokást visszahozni. Igen. Milyen gyakran szokta elővenni ezeket a felvételeket? Hát mondjuk most ritkábban. Elég sokáig nem tudtam nézni, mert filmen volt, de aztán sikerült átjátszani videóra, és azóta sűrűbben elővesszük. Ha jönnek rokonaink, unokáink, testvéreim, öcseim, akkor mindig megkérik, hogy játsszuk le. Karácsonnyal kapcsolatban még annyit, hogy a gyerekkor tulajdonképpen ugye kezdődött 25-ben, és karácsonykor 1944. december 24-én karácsony este indult meg Budapest ostroma, és akkor mentünk le a pincébe. És ezzel fejeződött be a gyerekkor is, a jólét, polgári életmód is. De onnan aztán az bizony nagyon szomorú karácsony lehetett. Igen. Ma viszont önök készülnek-e már a karácsonyra? Ó, a feleségem egy hetek készül, úgyhogy teljesen kikészült. Törött gerinccel dolgozni, fáradozni, várjuk az unokát. Hát ugye a 60-as évektől aztán megint a nyugalom éve volt a karácsony és a nyugalom jelképe. Nem felejtem el, és ezt szeretném elmesélni, mert nagy élmény volt, akkor Kazincbarcikán dolgoztam, és az erdészettől kaptam a karácsonyfát, akkor egy trabanton volt, aminek én magam egy lakatos barátommal kivágtuk a tetejét, ilyen hátranyitható teteje volt, és plafonig érő fát kaptam az erdészettől, másképp nem tudtam hozni, a nyitott tetőn bedugtuk, és úgy hoztam végig, Tardonáról le, és útközben, hogy a szél belekapott a fenyőbe, az olyan, mintha egy fenyvesbe rohantam volna, és az az élmény ma is megvan bennem. Kívánom önnek, hogy idén is kellemes és boldog karácsonya legyen a családi körben, és nagyon szépen megköszönöm, hogy élményeit megosztotta velünk és a nézőkkel. Köszönöm, hogy meghívtak, és viszont kívánok mindent. Mi köszönjük önnek, és ezekhez a szép képekhez és a régi emlékekhez most egy nagyon szép zene illene.
December elején a Közösségek házában volt a Lira együttesnek egy nagy sikerű koncertje. Ebből láthatunk most részleteket.